mutatom, hogy hol lakom. Ő az én lakótársam. Igen. Ez a része a szobának az övé, ez az én részem. Jó. Így nagyjából fele. Ebben a szobában mi ketten laktunk a férjemmel, ő 3,5 éve meghalt, és utána lett ez az része a szobának az enyém. Nem akartam, hogy mindig ugyanazt lássam, hogy keressem a férjemet, csak átköltöztem erre az oldalra, és mintha egy új szobába költöztem volna, megpróbáltunk egy ilyen kis csajos szobát csinálni nekem, ami az én egyéniségemhez, azt mondták, hogy ez illik én hozzám. Vannak különböző dekorációk, régi emlékekből. Gyerekeim hozták Velencéből a szobrokat. Ez a két műanyag napraforgó, ez meg az én antidepresszánsom az én betegségemben. Jó, csak beszélgessük. Te meg feküdjél le. Megeszem ezt és lefekszek. Jó, a kicsi öreg lábaidat pihentesd, jó? Persze. Pap Tiborné vagyok. De az otthonban mindenki, mivel egyedül vagyok Zsuzsi a lakók közül, mindenki csak Pap Zsuzsinak hív, én vagyok így a Pap Zsuzsi. Az alapbetegségem miatt, ami szklerózis multiplex, az miatt kerültem otthonba, de ennek előzménye volt, a férjem 40 évig dolgozott az otthonnak, mint karbantartó vízvezetékszerelő, és mondták, hogy ha már olyan állapotba kerülök, hogy nem tudjuk otthon megoldani az én ellátásomat, akkor beköltözhetünk az otthonba. 58 éves voltam, és nem volt egy könnyű döntés, de a gyerekeim, van 3 felnőtt fiam, akkor várták az unokákat, és akkor én mondtam azt, hogy ők őt pelenkázzák, ne engem 24 órába ápoljanak. Közben a férjem is lebetegedett, hát 7 évig bírta szegény, de 7 év után a szíve, a szervezete felmondta a szolgálatot, és 3,5 évvel ezelőtt meghalt. Mindig kaptam lakótársat, az első lakótársam az idén halt meg májusban, és a mostani lakótársammal élek együtt. Én az otthonba úgy költöztem be, hogy én otthon akarom érezni magamat az otthonban, és ezt a nővérek tiszteletben is tartják, mert látják, hogy van rengeteg minden, amivel én foglalkozom, csinálom, és mindent hagynak, hogy én azt csináljam, hogy ne kerüljek arra az útra, hogy minél előbb elbutulok. Ezeket a szíveket az én ötletem alapján csináltuk meg. A hölgyek megvárták a szívecskéket, én pedig keresztemesen ráhímeztem a lakóknak, mindenkinek a monogramját és a születési évét. Ott vagyok fönt, a 3. sor, a zöld szívecske. Apukám 7 éves voltam, amikor minket elhagyott édesanyámmal, és akkor 13 éves koromig anyukámmal éltem. De anyukám lebetegedett, ő fiatal időskori demens lett, ő még csak 51-2 éves volt, mikor a demencia elkezdett nála dolgozni. Hát elfelejtett dolgokat, rólam már nem igazán tudott gondoskodni, elfelejtett főzni, ő elfelejtett vásárolni, vagy ha vásárolt, akkor minden áldott este majdnem mindig ugyanazt tettük. Apukám látta, hogy én nem vagyok igazán ellátva 11-2-3 éves koromra, és akkor ő magához vett, megnősült, és akkor együtt éltünk 18 éves, nem 20 éves koromig. Nem volt igazán felhőtlen, de én nagyon felnézek az édesapámra, mert egy nagyon kemény tartású ember volt, amit sajnos én is örököltem, és átadtam a gyerekeimnek. Édesapám eléggé akkurátus öregúr volt, és ahogy ő megmondta, annak mindennek úgy kellett lenni. De hát az ember kamasz volt és lázadó. Valami mindig volt valami svédcsavar bennem, ami egy kicsit úgy csibészessé tette a dolgot, de apukámban is volt ugyanilyen svéd csavar. És 18 évesen, miután leérettségiztem, Pécset a Komarov gimnáziumba leérettségiztem. A nagymamám még szomszédjában lakott két ikertestvér, akik gyógyszertárban dolgoztak. És én elmentem gyógyszertárba be,
megnézni a munkát, meg hátra mentem, és ez nekem nagyon tetszett. Aztán megint lett egy betegségem, egy újabb szívizomgyulladásom lett, és akkor egy fél évig kiestem az alig elkezdett munkámból. De mivel egy eléggé konzervatív főnökasszonyom volt, aki Széchenyi-téri gyógyszertárban, ott nem igazán maradhattam, mert azt mondta, hogy én lógatom a lábamat, és olyan dolgokat csinálok, amiket az idősebb asszisztensnek kéne csinálni, nem a fiatalnak. Ezért ő eltanácsolt, és akkor lett egy végleges helyem. A akkori Dr. Sándor, most Hungári utca 1-ben, a kórháztéren, a gyógyszertárban, és ott dolgoztam 25 évig, addig még a betegségem nem alakult ki. Egy héten kétszer van tornánk, jön a gyógytornász, az Andris, és ővele tornázunk hétfőn és pénteken. Én is szoktam tornázni, igen. Nem fogok tőle futni, meg semmi nagy dolgot nem várok attól, hogy én most tornázom, de én folyamatosan tornázom, vagy 28 éve körülbelül. Egyéri tornák még itt a Bordásfalnál, mert aki nehezen tud felállni, az feláll, aki éppen tudja hajtani azt a kis hajtókát, azt hajtja, meg nyújtózkodni lehet rajta, kicsit tornáztatni a felső testet, alsó testet. Egyik napról a másikra, 33 éves voltam, amikor fölébredtem arra, hogy a jobb oldali arcfelem az úgy zsibbad, mint hogyha a fogorvosnál lettem volna az éjjel, és nem tudtam rendesen emelni a lábamat. És jöttem haza nagy szatyrokkal, kezemben az esernyő, és át akartam lépni mindig a tócsát, és rittig mindig beleléptem a tócsába, mert nem tudtam irányítani úgy a lábamat. És hát úgy elmúlott, ugye, hogy jött, egy hónap alatt körülbelül elmúlott, és rá egy évre újból ugyanez a tünet kialakult. Patikában pont kifogtam egy ellenőrzést, amikor elvitték az én mintámat ellenőrizni, és nem volt jó a mintám, ami máskor nekem jó szokott lenni, mert már nem volt ügyes, elég ügyes a kezem, amivel megcsináljam manuálisan azokat a dolgokat, amit meg kellett volna csinálnom, és akkor megint házi orvos, megint ideggyógyász. Aztán egy következő két év múlva, és egy nyári alkalommal, akkor nem volt takarítón a gyógyszertárban, akkor reggel felmostam, de amit máskor olyan rendesen az ember fel tud mosni, hát én ide-oda csapkodtam a felmosófát, mert nem tudtam irányítani a kezemet, nem tudtam rendesen lépni. És pont ott volt egy ideggyógyász doktornő, és mondta, hogy na, akkor most gyorsan át az idegklinikára. És meglubáltak, különböző röntgeneket csináltak. Lubál folyadékból nekem nem jött ki az, hogy én nekem mi a bajom. Hát kaptam megint B-vitaminokat, aztán elengedtek haza szépen, és nem volt. 4 évre rá, akkor már nagyon csúnyán tudtam menni. Plusz a jobb kezem is elvesztette az író képességét, rá kellett volna írni a betegnek, hogy 3x2-t szedjen, és egyszerűen nem tudtam írni, nem tudtam oda nyomni a tollat a dobozhoz. Felszabadult az MR Budapesten a Kardiológiai Intézetben, mert előtte csak a kommunista vezetőket vizsgálták azon az egyszem országos MR vizsgálati helyen. Akkor kijött, hogy a fejemben, a koponyámban levő 5 góc, az megfelel a szklerózis multiplexnek, és attól kezdve nyilvánítottak engem SMS-nek. Ahogy rosszabbodott az állapotom, ahogy jöttek a különböző gyulladási részek, akkor a talpamtól fölfelé elkezdtem zsibbadni, és mindig tovább-tovább így a testemen. Akkor kiskamaszok voltak a gyerekeim, én 1-2-3 évesek, akiknek kezdetektől fogva elmondtam, hogy én nekem milyen betegségem van, és hogyha van szükségem valamire, segítségre, mert nagyon sokszor volt, hogy volt szükségem, akkor szóltam nekik. Na ez ilyen, amikor már később nem tudtam ugye ablakot tisztítani, ilyeneket megcsinálni. Nagyon sokáig főztem, meg mindent elláttam otthon,
És egy idő után nem tudtam főzni, mivel derékvonal is zsibbadtam, ezért innen lefelé az izmok azok egyre jobban gyengültek, és volt, amikor elkezdtem főzni, és kevertem a rántást, és majdnem az orrom már beleért, ahogy két kézzel fogtam, és kevertem a rántást, mivel a derekam nem tartott meg, ezért hajolt előre a testem. Mindig mondtam, hogy én nem fogom elhagyni magamat, és nem is látták rajtam, hogy én elhagyom magamat. 1995-ig dolgoztam a gyógyszertárban. Ők kipakoltak nekem mindent, és mikor én kimértem, megcsináltam mindent, akkor elrakták ők a helyére, és mondtam, hogy na ez nem az a helyzet, hogy a ti munkátok mellett még engem is kiszolgáltok. És akkor úgy önként is zalóvá eljöttem nyugdíjba. Akkor még ugye nyugdíjazták a rokkantakat. A nyugdíjas ajándékom az egy szoba bicikli volt, amit megvettek nekem. Azóta is még mindig járnak utánam, és mindig kérdezgetik, hogy mi van velem. Sokszor azért jöttek hozzám, hogy valami lelki bajuk volt, akkor neked elmondhatjuk, és te majd azt úgy szépen tudod koordinálni, és az úgy jó lesz. Hát a gyerekeim azok nagyon jól mellettem voltak, amikor még kamaszok voltak akkor is. Megkértem, hogy segítsenek, mert megcsinálni. Anyukám most ebbe a pillanatba, nem muszáj ebbe a pillanatba, mondjuk egy héten belül. Hát az utolsó nap megcsinálták, de az utolsó nap megcsinálták. Úgyhogy jó fejek voltak, meg jó fejek azóta is a mai napig, élik a saját kis életüket. Nagyon jó gyerekeim vannak. Mindegyiknek jó szakmája van, a nagyfiam épületgépész, a középső gyerekem az ortopédiai műszerész, a kisfiam vegyész technikus lett, a kisfiam és a nagyfiam azok kungfúznak, 20 éves koruk óta mesterek, és van Pécsett egy imádkozó sáska stílusú kungfú stílus, és ott ők vezetők, mesterek mind a ketten. Ez az helyiség, ez egy közösségi terem. Ez fedi az imatermet, fedi az étkezést, fedi a gyógytornát, az ünnepségeknek a helyét. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az első házasságomra nem vagyok büszke, akkor én, mivel apukám mondtam, hogy nem volt egy könnyű ember, én kimenekültem otthonról az apukám mellől, el akartam jönni, és azt mondtam az első fiú, aki azt mondja, hogy el akar venni feleségül, hozzámegyek. Nem biztos, hogy ő hozzá kellett volna hozzámennem. Nem bírta elviselni, hogy nekem van egy bizonyos szintem, amit nem adok lejjebb. Még akkor is, nagyon szegényen kezdtük a dolgokat, és amikor már kezdtünk, lakás volt ez az amaz, akkor én megtartottam magamat, ő meg elveszett a végeken. Nem volt jó ember olyan szempontból, hogy ivott, nőzött, elmaradt. Jó, egy házasságot biztos ketten lehet elrontani, de mint ő mondta, ő nem bírta elviselni azt, hogy én milyen tempót diktálok, és hogy nem bírom azt elviselni, hogy ő elfelejt hazajönni két-három napig, meg ilyenek. A második férjemmel éltem tulajdonképpen gyógyszertáron keresztül, mert bejárt a gyógyszertárba, és ő volt, aki minduntalan találkoztam vele az utcán. Aztán kiderült, hogy ez nem volt olyan véletlen dolog, hogy én mindig találkozom vele, mert ő mindig jött és keresett, és aztán összemelegettünk. Ő akkor még családban él, de hát nem élt jó családban. A patikán keresztül a feleségét, meg a kislányát is ismertem. És hát a felesége mindig panaszkodott a férjére, ő is elmondta, hogy mi újság van, nem volt egy jó helyzet, de hát, mint tudjuk, a szerelem azért 30-valahány éves voltam, vagy 30 pár éves voltam, azért még a szerelem azért működött, és akkor ő egyszer csak elköltözött. Én akkor már független voltam az első házasságomból, mert engem meg az első házasságomból elhagyott a férjem. Ő úgy gondolta, hogy valaki mással él, és én ott maradtam három gyermekkel. Akkor a második férjemmel így összejöttünk, akkor ő oda költözött mi hozzánk a fiaimmal, ahogy éltünk. Az első betegség, rosszul léteim, azok már vele mellette történtek, és ő nagyon jól tudta, hogy én milyen beteg vagyok, és én többször felajánlottam neki, hogy nem kell én mellettem ledekolni, ott maradni,
De ő azt mondta, hogy igen. Csináltunk egy sorstárssal egy klubot, eszklerózis multiplex klubot. Én voltam a titkár, ő volt az elnök. 99-ben meghalt. És akkor, miután senki nem vállalta a csapatból, ezért a férjem elvállalta. És ő a haláláig tulajdonképpen csinálta. Őt becsültem azzal, hogy kitartott mellettem, nem volt rossz ember, de nem valahogy a vége felé már úgy ketten éltünk egymás mellett. Becsültük egymást, ő is engem, én is őt, de ugye egymás mellett elmentünk. És nagyon érdekes volt, mielőtt ő meghalt, én nem voltam itthon, mert Szigetváron voltam rehabilitáción. Először való este beszéltünk telefonon, és akkor nekem megköszönte azt, hogy köszönöm, hogy velem maradtál, köszönöm, hogy mindig segítettél, a megértésedet köszönöm, és másnap délelőtt köcsörgött a telefonom, és akkor mondták itt a nővérek, hogy Tibor délelőtt elhunyt. Én nekem nagyon hiányzik, és az első évem az nagyon nehéz volt nélküle. Minduntalan azt hittem, hogy na most jön be az ajtón, aztán úgy lassan úgy rájöttem, hogy nélküle is van élet. Kötött az Anatómiai Intézettel egy szerződést, azt mondja, én meg a testemet ajánlom föl, hogy a medikusoknak, hogy tanuljanak rajtam. És az idén húsvét előtt fejezték, március végén fejezték be, és akkor elhamvasztották. Hát lehetett mit tanulni rajtam, mert azért az a komplett érszükület, ami neki volt, az nem volt mindegy. Voltak azok a fázisok, ugye, hogy az ember betegsége éri, akkor miért pont engem, miért pont most, és miért pont így. Itt ezekre úgy megadtam a választ, hát, mert ez így van, így alakult, és ez nekem ez jutott. És a mai napig is mindig azt mondom, hogy amikor sorba állt az ember a betegségekért, nekem ez jutott. Ezt kaptam ki. És én ezzel megpróbálok úgy élni, hogy a lehető legjobban kihozni. A mai napig is nem gondolok vissza, hogy milyen lehettem volna. Kis rövid terveket kitűzök magamnak, és azt én meg akarom valósítani. Tartalmas műsorokat szeretek nézni, olvasok, számítógépezek alapfokon nagyon, kis közösségi oldal, kis levelezés, kis játék. Játék jó kombinációs képességemet egy kicsit továbbfejleszti, és nagyon sokat kézimunkázom. Nem könnyű feldolgozni, de az ember elfogadja azt, hogy nekem ez van, és meg kell tanulni kérni és köszönni, amit az ember úgy nagyjából elfelejt, hogy megkérlek, hogy segíts, megkérlek, hogy tolj arrébb, vagy ne tolj engem akkor, amikor te akarod, hanem csak akkor, ha én kérek segítséget, akkor tolj el, és engem akkor segítsél, amikor nekem kell segíteni, nem amikor te gondolod, hogy segítsél. És megtanultam nagyon megköszönni mindent. Nekem nem volt régen barátom, csak kolléganőim voltak, hogy Isten igazából barátom nem volt, de azóta lettek barátaim, és mindig megszoktam őket ajándékozni, és akkor mondják, hogy jaj, a fenyőfán ott csilingel a csengőd, meg a kis angyalkád, vagy a terítőt azt nem tudom levenni a valamilyen komódról, amit kaptunk tőled, amit horgoltam. Ezek a hasonló tünetek, amik mindegyikünknek van, ezek úgy összehozzák az embereket. És amire én nem gondoltam volna, ön emberek, mondjuk úgy, hogy műveltségi szintbe, kulturális szintbe jóval alattam voltak, de mint barátok sokkal többet érnek sokszor, mint aki felengzősen elfogad engem. De vannak ilyen visszatérő álmaim, például nagyon régóta, egy ilyen 15-20 éve, nagyon sokszor álmodom azt, hogy a petjei sziklákon például, vagy ilyen sziklás területen, hogy én már sziklát mászom. És egy pszichológus ki szokta velem beszélgetni. Mindig megkérdezi, és mit látok a fölérek? Mondom, semmit, győzelmet érzek magamba, hogy odáig följutottam. Én folyamatosan azzal, hogy reggel fölkelek, és
fölültetnek, segítenek fölülni a lányok, és akkor reggel megreggelizem, addig még ő 2-3 embert ellátnak, ott az ágyba törökülésbe, és akkor megküzdöm azzal, hogy elmegyek fürödni, amit egyedül megteszek, visszamegyek, a lányok ellátnak, a nővérek ellátnak, és akkor jön az élet itt, és naponta megküzdöm azzal, hogy el kell jutni a nővérszobáig, vagy túl kell menni mindenen, vagy itt ki kell menni, és itt a húpszt és járdán végig kell menni, de azon, amikor jó idő van, akkor többször végigmegyek azért, hogy a kezemet edzem. Őszintén, legnehezebb az, amikor az embernek az intim dolgait azt nem tudja intézni. Tehát ez a vécére menés, meg a ilyen különböző, nekem ez a legnehezebb. A mozgásszervi dolgomat azt úgy lerendeztem magamba, ez van, de ez nagyon nehéz az intim dolgaimat, hogy elvesztem ezt a legnehezebb nekem. Szeretném még az unokáimat látni, hogy fejlődnek ki. Egy fiú van és két kislány, hogy fejlődnek, mint fejlődnek, mi lesz velük, mi lesz belőlük.